A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola almási tagintézményében jelenleg 15 tanteremben tanulnak a gyerekek. A nyertes pályázatnak köszönhetően egy teljesen új, a 21. századnak megfelelő épületet létesítenek, amely a dokumentáció szerint 16 tantermes lesz, de a szaktermeket, illetve az egyéb kiszolgáló helyiségeket is beleszámítva összesen 24 helyiség kap majd benne helyet. Az új intézmény úgy kerül kialakításra, hogy egy működési egységbe foglalja a nemrégiben mintegy 30 millió forintból megújult sportcsarnokot, valamint a meglévő ebédlőt is. Az iskola bejáratát az Almási utca felől helyezik el, ezen kívül a Dohány utcai épületet is felújítják. Homlokzati hőszigetelés, tetőhőszigetelés, nyilászárócsere, stb. Ebbe kerülne az iskola könyvtár az emeleten, és a földszinten az úgynevezett gyógytestnevelési kis tanterem, mondjuk egy kis tornaterem, akadálymentes vizes blokkkal, és ami még ehhez szükséges, ez egy kötelező tartozéka az iskolának. A fórumon azt is megtudtuk, a beruházás ideje alatt a gyerekek a jelenlegi épületben zavartalanul tanulhatnak majd, ugyanis ezt csak az átköltözés után bontják le. Helyére egy sport- és játszóudvart terveznek. Emellett elképzelésük szerint tankertet és egy rekordtámpáját is szeretnének kialakítani. Továbbá arról is szó esett, hogy ezentúl a Dohány utcában hivatalos parkolóhelyeket jelölnek majd ki.